Köszöntöm Önöket, a helyi értéket látják. A mai adás vendége nyerte a világ leghosszabb terefutó versenyét, a Mega Race-t, amelynek keretében 1001 km hosszú távot kellett teljesítenie. Hogy milyen volt a felkészülés a megmérettetésére, erről fogok többek között beszélgetni vele. Üdvözlöm a stúdióban Barta László terefutót. Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást. És akkor először is hagyj gratuláljak tényleg ez a szerintem emberésszel felfoghatatlan távú versenynek a megnyerésére. Ugye nyilván evidens, hogy talán ezt a távot így egyben még soha nem futotta le, így a versenyt megelőzően talán nehéz is lett volna ez, de hogyan volt pontosan erre a felkészülés, és inkább melyik részére helyezte nagyobb hangsúlyt, a fizikális vagy a mentális részére? Köszönöm szépen egyébként. Hogy melyik része, az úgy gondolom, hogy mindenképpen a mentális volt az, ami szerintem a fontosabb volt, vagy mindenképpen kellett hozzá persze egy fizikai olyan állapot, hogy végül is, hogy ezt teljesíteni lehessen, de szerintem mondjuk az kevésbé okozott problémát. Én azt lőttem be, hogy tulajdonképpen heti 70 kilométer futás meglegyen, ami így összességében úgy gondolom, hogy nem olyan sok, amit ne lehetne könnyedén teljesíteni. Azt viszont, hogy tényleg, hogy az ember úgy rájön arra, hogy igen, itt lesz egy verseny, valóban ilyen távot még nem futottam le, 640 kilométer volt a leghosszabb, amit valaha mentem, de mégis nem, ahhoz képest nem olyan nagy különbség, mert jó, már másfélszerese. A korábbi versenynél ott mondjuk nagyobb volt a lépték, mert ott majdnem háromszorosa, mert a 640 előtt 240 volt a leghosszabb. Ott mondjuk ott nehezebb is volt úgy belegondolni, mert tényleg az ember már közel lemegy 400 kilométert, és akkor most már csak egy, nem tudom, egy 200 kilométeres, tehát majdnem egy akkora, mint a leghosszabb, tehát hogy már csak annyi van hátra, abból úgy nehéz úgy belegondolni, vagy vigasztalni, vagy buzdítani az ember saját magát, hogy már csak 200 kilométer van hátra. Ehhez képest most azért picit úgy egyszerűbb volt, de mindenképpen egy komoly, nagy elhatározás kellett azt, hogy végül is, hogy egy húzamba ennyit meg tudjon tenni az ember. Igen, ha már ezt említette, és ha én jól láttam, akkor kicsit több mint 254 óra alatt teljesítette ezt, és gyakorlatilag 40 kilométert vert a második helyezetre, de nyilván vannak holtpontok a táv alatt. Ezeket hogyan sikerült átvészelni? Viszonylag kevés holtpont volt egyébként. Valóban volt két olyan éjszaka volt, amikor elég fáradt voltam már, de hát viszonylag közel volt már a cél, ilyen 15 kilométerrel nagy részt az ellenőrző ponttól, ott voltam már úgy, hogy már nagyon aludni akartam, már nagyon fáradt voltam, és már csak arra vágytam, hogy végre vízszintesbe kerüljek, és tudjak egy keveset aludni. De mind a kettő olyan volt, hogy tudtam, hogy egy ilyen hosszabb távot akkor egybe le kell nyomjak, úgyhogy tulajdonképpen az időzítés, az alvásoknak, stb., hogy az így jól jöjjön ki. Hát ez némileg ilyen stratégia része volt, végül is sikerült is, csak azért benne volt már az, hogy igen, az már egy ilyen nehezebben teljesíthető rész volt a végén. Ha már felépítés vagy stratégia, amikor ezt az előnyt sikerült megszerezni, akkor volt olyan pillanat, amikor, hát hogy is fogalmazzak, nyerekbe érezte magát, hogy végig úgy gondolta, hogy fókuszálni kell, koncentrálni, és be kell érni? Az utolsó napon volt az, amikor tulajdonképpen ez már teljesen eltűnt ez a veszélyeztetett érzés, hogy utol tudnak érni, akkor már úgy voltam vele, hogy innen már jó vagyok. Akkor tudtam, hogy mögöttem vannak 40 kilométerrel durván, illetve volt úgy, hogy még tudtam azt, hogy még ott még van nekik egy pont, amikor még egy hosszabb pihenőt kell, hogy tartsanak, és az alatt én bőven fogom tudni növelni az előnyömet. Tehát az utolsó nap volt, ez az már egy ilyen nagyon felszabadult
lelki állapotba történt. Utolsó 80 kilométernek a megtétele. Ugye a versenyt általában három országban szokták megrendezni, de most a pandémia miatt ez egy országra szűkült, Németországra. És ilyenkor a futás közben van egyébként ideje az embernek nézelődni tájban, csodálni? Hogyne, természetesen. Sőt, volt, hogy megálltam fényképezni is. Nem azt mondom, hogy nem az volt, mint egy japán turista, hogy akkor állandóan megálltam és ezért fotózgattam, de természetesen azért a természeti szépségét, szépség mellett nem megy csak úgy el az ember. Sőt, volt úgy, hogy mondjuk úgy kimentem egy ilyen kilátóra, ahol éppen egyébként akkor volt a naplemente, amit mindenképpen meg is akartam nézni, és le is akartam fotózni. Tehát igen, ez azért úgy voltam vele, hogy ez bele kell férjen attól függetlenül, hogy itt igazából egy versenyről volt szó. Hogyan tudnál leírni az utolsó egy kilométert és a célba érkezést? Nem véletlenül nyilván, hogy így kérdezem ezt meg. Igen, valóban ezt itt már megemlítettem, hogy itt történt egy nagyon kellemes meglepetés, ugyanis a kisebbik lányom Zoé, az unokatestvérem jóvoltából, illetve is még egy barátommal együtt egyszer megleptek, és kiutaztak a helyszínre, a célba, és ott vártak, nem is a célba, hanem még elém jöttek, és az utolsó egy kilométerre voltam a céltól, amikor egyszer csak hogy futottam a cél felé, akkor ott megpillantottam őket. Mind a meglepetés, mind pedig az öröm óriási volt. Nagyon nem számítottam, de nagyon boldog voltam tőle. És mondjuk az, hogy együtt befutottunk, ez egy gyönyörű ajándék volt. És valóban tényleg elképesztő, amit végez vitt, és csak a gratuláció az a legkevesebb, ami az embernek az eszébe jut. Akkor most viszont egy kicsit a versenytől függetlenül utazunk vissza a múltba. Ugye 2010 óta tulajdonképpen a futás szerelmese, de hogyha nézzük még a gyermekkorát, itt esetleg bármilyen sportág iránt volt valamiféle affinitása? Nem volt egy olyan sport, amivel tényleg úgy oda tettem volna magam, és annyira beleszerettem volna. Ez a futás is igazából nem is annyira a futás szerelmese, nem is így, nem így mondanám. Engem tehát maga a kirándulás, a hegyek, a kint a természet az, ami inkább vonz. És viszont ezek a teljesítménytúrák rengeteg olyan helyet megmutatnak, amit úgy az ember lehet, hogy nem fedezne föl, hogyha, vagy nagyon kéne keresse ezeket a helyeket. Azt mondom, hogy kényelmes az, hogy végülis az ember csak benne vezet teljesítménytúrára, és megmutatják neki, arra vezetik, ahol tényleg érdemes nézelődni. A futás az inkább úgy mellékesen jött hozzá, mert beleszerettem abba, hogy minél hosszabb túrák. Nem is az, hogy beleszerettem, hanem úgy élveztem azt, hogy igen, ennél is hosszabb távokat is meg tudok tenni, úgy, hogy igazából utána még nagyon jól érzem magam, sőt, egyre jobban éreztem magam azt, hogy végülis, hogy na, ezt is meg tudtam csinálni. A futás az pedig szükséges volt ahhoz, hogy tulajdonképpen ez azért ne vigye el annyira tulajdonképpen minden szabadidőmet, és a családra ugyanúgy maradjon a hétvégéből legalább egy nap, amikor nem csak önző módon csak a kirándulással foglalkozok. Akkor úgy tenném föl másik oldalról a kérdés, hogy akkor ön szerint minek köszönhető, hogy ennyire szerencsés génekkel rendelkezik, ilyen jó az alkata? Hát, nem tudom, valószínűleg a szüleimnek. Ugye említette, hogy idő után eldőlt, hogy egyre nagyobb távokat bír, egyre inkább fizikálisan ezeket bírja, és mikor dőlt el az, hogy tulajdonképpen ezt ilyen versenyszerűen, profi szinten fogja majd űzni? Ez onnan jött, hogy igazából láttam azt, hogy a másokhoz képest is jó időket tudok futni. Elsősorban igazából, tehát, hogy az ember magával versenyzik, vagy legalábbis nálam az volt, hogy én néztem azt, hogy végülis igen, ugyanezt a versenyt korábban ennyi idő alatt meg tudtam csinálni, most gyorsabban,
már ezt a szakaszt, ezen szakaszon tudom, hogy majd megpusztultam, most pedig könnyedén fölmentem azon a emelkedőn, és nem jelent problémát. Aztán utána láttam, hogy igazából másokhoz is tekintve jó időket futok, és kezdtem élvezni igazából ezt a versengést. Ha még nézzük a felkészülést, ez tényleg egyfajta távhozmért stratégia, amit felépít a fejébe, és így fokozatosan ezeket emeli a távokat? Nem annyira stratégia, inkább azt, hogy az ember keresi a saját határait. És amikor úgy van vele, hogy például még ezt, hogy 1001 kilométert, hogy az ember lemegy, és így általában azt mondja az ember, hogy ez lehetetlen. Ugyan én is így álltam hozzá, hogy hú, hát ez lehetetlen, hát akkor vágjunk bele, mert akkor tényleg, akkor nézzük meg, hogy ez valóban lehetetlen, vagy nem. Igen, bár ez alapján tényleg azt mondanám, hogy ön igazán szereti feszegetni a határait. Sérülések esetleg voltak már korábban? Nem. Ebből a szempontból azt mondom, hogy szintén akkor valószínűleg a szüleimnek még másokat is köszönhetek. Nem, tehát a sérülés szerencsére nem volt. Volt egy kisebb, ilyen kis baleset, vagy egy ilyen rossz lépés, aminek úgy egyébként éreztem, hogy még jó ideig a nyomát. De az se egyébként versenyből adódó volt, hanem egyébként más. Kirándulás volt, de nem verseny. Ha ne adj Isten, mégis esetleg történ, és félre ne értsen, abszolút nem ezt kívánom, akkor azt úgy érezni, hogy akkor se hagyná abba, tehát akkor újra felépítené magát? Valószínűleg igen. Tehát volt egyébként, most így eszembe jutott, hogy egy olyan, szintén az is egy ilyen 100 kilométeres verseny volt, ahol rögtön azt hiszem, hogy 3 kilométer után pont egy ilyen magasabb tetőn szintén körbe akartam fotózni egy panorámaképet, és ahogy ott szépen ott lépkedtem hátra, akkor így beléptem egy gödörbe, és akkor így a bokám kivicsaklott. Úgy voltam vele, hogy ettől függetlenül most már itt végül is már nincs már 100 km a célig, tehát akkor már nem sok van hátra, és úgy mentem végig lábammal. Annyi különbség volt, hogy amikor én patakokon kellett átmenni, akkor szándékosan egy picit úgy megáztattam a lábamat, hogy egy picit lehűtsem. De attól függetlenül ugyanúgy, hogy végfutottam. Nem sokkal maradtam le egyébként az első helyezettől, tehát egy ilyen, azt hiszem, pár száz méter ilyen, de még úgyis végül sikerült egy jó eredményt elérjek. Igen, ez még egy érdekes dolog, hogy ha esetleg egy verseny nem úgy jön ki, ahogy hát a lépései szerint gondolta, akkor ezeket a kudarcokat mennyire tudja könnyedén feldolgozni? Azt mondom, hogy könnyedén. Magamhoz mérten ítélem meg ezeket a versenyeket, tehát mindig azt, hogy végülis, hogy amit én beletettem, és amit bele tudtam volna tenni, mindig nagy részlenképpen ezt vetem össze. És hogyha úgy lenne, hogy majd tényleg, hogy sokkal jobb lehettem volna, de valamiért nem, mégis inkább lustálkodtam, vagy elazsáltam a végét, akkor biztos, hogy van egy rossz érzésem. De hogyha csak az, hogy most, hogy nem értem, nem tudom már milyen helyezést, az önmagában az nem jelentett soha számomra kudarcot. Kíváncsi lennék még a futás közbeni lélektanra, vagy az érzéseire, ugye említette, hogy a túrázás iránti szenvedélyből indult ki ezt az egész tulajdonképpen, és például amikor egyedül marad, és mondjuk fut egy erdőben, és tényleg teljes csönd van, megáll egy pillanatra, hallja a természet hangját, vagy megáll fotózni, lát egy naplementét. Ezek a pillanatok vagy érzések mit jelentenek önnek? A nyugalmat. Tehát nagyrészt ez az, ami leginkább bonz ebben. Tehát hogy kérdezték, hogy egyébként, hogy ilyen zenét szoktam-e hallgatni. Például ez is egy olyan, hogy az nálam az nem az, hogy kizárók, én soha nem szoktam. Mert nekem ugye az, igen, hozzátartozik az, hogy vagy az erdő hangját, vagy pedig azt a csöndet, vagy csak az állatok mocorgását
hallgassam. Tehát lehet, hogy teljesítményben, biztos, hogy egyébként teljesítményben pozitív egyébként a zenehallgatás, mert ad egy olyan ritmust, egy olyan löketet, ami jobban tud haladni az ember. Ezt én, ezt a zenőt inkább feláldozom annak érdekében, hogy inkább megmaradjon tulajdonképpen az, hogy ez egy természet járással összeköthető tevékenység maradjon, és nem pedig mondjuk egy, mint például egy edzőteremben, egy futópadon. Az, ami engem nem tud vonzani. Most, ha már szóba hoztam, hogy nem hallgat zenét, de egy gyors kérdésre mondod a futószettel kapcsolatban, és egy rövid visszacsatolása meg a részre, az igaz, hogy egy futócipővel teljesítette a komplett 1001 kilométeres távot? Igen, igen, valóban. Általában egyébként nem nagyon van nekem egynél futócipőm, tehát mindig az szokott lenni, hogy akkor egy egyet megveszek, aztán amikor az már télen már kuka, akkor megveszem a következőt. A korábbi 660-nál is, ott is igazából egy futócipővel mentem végig, most úgy gondoltam, hogy most is elég lesz. Most azért picit, ahogy felülbíráltam ezt a korábbi elképzelésemet, mert azért tapasztaltam azt, hogy tulajdonképpen már ez a cipő is sokszor annyira elveszítette már a rugalmasságát, hogy az volt az érzésem, hogy már leesett a talpa, mert egy ilyen kis kavicsos vagy murvás területen szinte minden egyes követ, amire ráléptem, azt úgy éreztem, hogy azt már kitapintom, tehát hogy annyira éreztem mindegyiknek a szúrását, és maga a cipőnek nagyon adtam időt arra, hogy tulajdonképpen egy picit visszanyerje a rugalmasságát. Hogyha váltó cipő lett volna, akkor ez biztos, hogy ez sokat számít, és ahogy említettem, nekem igazából a talpam volt a legkritikusabb, vagy azt mondom, hogy majdnem az volt az egyetlen igazán komoly probléma, amit hát ha nem is veszélyeztette, mert mondom, tehát így fejbe ott voltam, hogy bármi legyen, én akkor azon végigmegyek, de az biztos, hogy sokat jelentett volna, hogyha ez a talpamnak ez a probléma az nem lett volna. A sikerességének az egyik fő kulcsa nyilván ön, de emellett én azt gondolom, hogy egy hátszél is kell ez, a család. Ők mekkora motivációt, illetve inspirációt jelentenek az ön számára? Hát az, hogy elfogadják ezt a fajta megszállottságot, az nagyon sokat jelentett. És hát most, ahogy pedig, tehát hogy el is jött a lányom a célba, ez egy nagyon nagy dolog volt, mert egyébként korábban nem volt még ilyen. Illetve volt majd, amikor egyébként ugyan szintén lányom mondjuk elkísért egy ilyen nagyobb versenyre, úgy, hogy ő végig ott úgymond segítő volt tehát a rendezők mellett a verseny lebonyolításában. Akkor mondhatjuk, hogy lassan, de biztosan sikerül őket is megfertőzni ezzel a szenvedéllyel, a szó jó értelmébe véve természetesen? Hát ezt nem merném azért kijelenteni. Biztos, hogy nagyon örülnék neki, hogyha sikerül. De azt mondom, hogy megvan rá az esély, hiszen mondjuk a Zoya mondjuk több ilyen egyébként más egyébként versenyeken már indult, és nagyon jó eredményekkel. Sőt, a másik lányom is már, ő is büszkélkedhet már első díjjel másfajta, de hasonló versenyeken. Nézzük akkor még a kerülethez való kötődését. Ugye itt Rákos Ligetet, illetve Rákos Csabát kell, hogy megemlítsük. Uh-huh. Milyen kontextusban? Igazából, tehát 81-ben azt hiszem, akkor költöztem ide a szüleimmel együtt 17. kerületbe. A második kerületből, tehát egy nagy ugrás volt ez. Igazából hamar megszerettük ezt a nagyon csöndes, nagyon nyugodt kerületét Budapestnek,
és én nem is nagyon vágytam innen el soha, és nem is nagyon mentem el, tehát utána már itt is ragadtam. Egy rövid időszak volt csak, amikor a 16. kerületben átköltöztem, de nekem itt a Rákosliget, illetve most Rákos Csaba, ez az az a része a kerületnek, ami majdnem, tehát az a kis falusias, de mindesetre azt mondom, hogy egy nagyon csöndes és egy nagyon élhető része, úgymond, és mégis közel a városhoz. Én ezt nagyon szeretem. És akik ugye itt szoktak futni a kerületbe, igen sűrűn láthatják, mert ugye szokott itt is edzeni, mely részeket szokta leginkább igénybe venni a kerületen belül? Hát a Rákos patak partja az úgy adott, mert ott van igazából a házam mellett, tehát ott mindig az egy ilyen kiinduló pont vagy, és végpontja is a futásoknak, de azt mondom, hogy a Rákosliget, illetve hát Rákosliget, illetve annak azt úgy megkerülve a naplástótól. Ezek mind olyan nagyon kellemes és nyugodtak. Sajnálom, hogy nincsenek itt magas hegyek, tehát mondjuk amikor így elmérni a Tátrába, akkor mondjuk úgy elnézegetném, hogy még egy szívesen venném, hogyha kinéznék az ablakon, és egy ilyen kis hegyeket látnánk. Hát itt jó, szintek nincsenek, de attól függetlenül egy nagyon szép környék szerintem. Ez még igen egy érdekes dolog, hogy amikor egy olyan helyen van, amikor nagyon magasak vagy óriásak a szintkülönbségek, ugye mennyire megy könnyen az alkalmazkodás ehhez önnek? Azt mondom, hogy könnyen. Tehát akár itt is át szoktam menni PCR-re, és bár az is csak egy dombság, de ott is azért találni olyan jó és komoly emelkedőket, amit az ember, hogyha úgy nagyon jól erősen megfut, akkor az egy olyan erőlétet, vagy egyáltalán tud alkalmazkodni ahhoz, hogyha hirtelen tulajdonképpen szembe találkozik egy hegyel, akkor az se jelent neki problémát, hogy oda most fölmásszon, vagy fölfusson. Verseny közben egyébként tudatosan figyel akár a pulzus számra, az oxigén vagy levegőbeosztásra is? Pulzus számra egyébként utóbbi időben igen, elkezdtem. Hát azt mondom, hogy verseny közben nem. Inkább tulajdonképpen utólag szoktam maximum úgy ránézni. Elég amatőr vagyok ebbe, tehát igazából nem tudom azt, hogy végül is, hogy mi az, amit kéne ott egyébként figyelni, vagy mit, hogy kéne kezelni. Sokkal inkább ösztönösen szoktam ezeket intézni. De mivel hát informatikus is vagyok, és mondjuk szerettem is nagyon a kütyüket, így szeretek mindenféle eszközt, meg mindenféle mérő szerkezetet tulajdonképpen beszerezni és használni. Hogy aztán hogy ez hogy most, hogy figyelem a pulzust, hogy ez mennyire inkább abból jön, hogy a információ ésség, és az, hogy minél többet ki lehet hozni egy eszközből, vagy az, hogy teljesítményt tudjam növelni a innen nyert információkból, hát lehet, hogy inkább az első az, ami közelebb áll hozzám. Néhány gondolat akkor még itt beszélgetésünk végén a jelenről, jövőről, közelmúltról. Ezután a verseny után egyébként adott magának néhány nap pihenőt, vagy már a következő versenyre készült? Kénytelen voltam azért adni egy kis pihenőt, mert a talpam azért elég nehezen. De azt mondom, hogy végül is utána, hogy megkértek egy ilyen, pont ilyen, nem ilyen tévészerelpés kapcsán, hogy akkor, hogy hát egy kis vágóképnek, akkor, hogy fussak valamennyit. Azt hiszem, akkor vettem fel először a cipőt, ami, mert addig tulajdonképpen majd, hanem inkább csak vagy ilyen papucsba, vagy valamilyen nagyon puha talpú valamibe tudtam csak menni, mert akkor még eléggé fájt, meg sebes volt a lábam. De hogy fölvettem a futócipőt, úgy jött magától a futás, és már egyre inkább kezdtem élvezni. Most már úgy vagyok vele, hogy most már bőven már kipihentem a fáradalmakat, tehát most már inkább az van, hogy már várom a
következő verseny. Tehát most hétvégén nem is, de jövő hétvégén már lesz egy az emplénbe, amit már nagyon várok, hogy akkor oda végre. Annak mekkora lesz a távja? Nem lesz sok, a 100 kilométer, tehát az a úgymond a normál táv. Igen, mindössze 100 kilométer, ez tényleg továbbra is nagyon szürreális hallani, de tényleg le a kalappal. És ha mondjuk azt mondják önnek, hogy ön motivációt jelent mások számára, ez hogyan esik önnek ez a kijelentés? Nagyon jó egyébként, tehát jó érzés. Én tehát nem is akarom titkolni. Én nagyon szívesen motiválok másokat is abban, hogy igen, hogy ha van bennük az az érzés, hogy tényleg, hogy megmérettessék magukat, vagy egyáltalán, hogy elinduljanak abba, hogy még hogyha hihetetlennek is tűnik az, hogy most egy ilyet nem 1000 kilométerről van szó, de akár most egy ilyen félmaraton, vagy egy maraton lefutásáról, ami tudom jól, hogy végül is, hogy sokaknak úgymond, hogy hihetetlen, hú, hát ez sok, hiszen én magam is, nekem is az volt, hogy amikor még elkezdtem az egészet, hogy akkor az sok lehet. És tényleg, hogyha az ember is hozzá szokik, gyakran van, amikor úgy van bele, hogy már annyira nem kíván, mert kinéz az ablakon és azt látja, hogy borongós, akkor most ilyen esős van, akkor most inkább most nem menjünk futni. De hogyha tényleg ezen átlendül az ember, akkor rájön arra, hogy igazából, hogy nagyon könnyen, sokkal könnyebben megy a futás, meg egyáltalán a mozgás, vagy csak egyszerűen a kirándulás, mert végülis nem szükséges végülis a futás sem, tehát csak annyi, hogy kimozduljon az ember is, és mozogjon, hogy utána már észre se veszi. És csak az élvezet marad meg, és nem a fájdalom. Nekem is kérdezték, hogy mi volt a legnehezebb, és én mondtam, hogy ebből a verseny. Nem a nehézségek jutnak nekem eszembe. Végig nagyon élveztem a versenyt, végig egy gyönyörű szép, azt mondom, egy kirándulás volt, egy kikapcsolódás volt, és nem úgy éltem meg azt, hogy most 1001 kilométert kellett végfutni, vagy ez rengeteg. Nem. Itt elmentem egyet kirándulni, és az elétől végig egy csodálatos élmény volt. És valóban tényleg a mozgás öröme, ami a legfontosabb. Az utolsó kérdésem következik, megvan már esetleg fejben a terv, hogy meddig fogja még ezt ilyen szinten folytatni, vagy ameddig a feje, a szíve és a lába viszi, addig megy? Valószínűleg az utóbbi. Ezekkel a gondolatokkal zárjuk beszélgetésünket, én még egyszer, hogy gratuláljak ez a tényleg elképesztő teljesítményhez, és csak így tovább, illetve nagyon-nagyon sok sikeres, hasonlóan sikeres versenyt kívánok. Még köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!